Folytatjuk a jó reggel, tehát kicsivel fél kilenc után. Hamarosan Tóth Augusta lesz a vendégünk, de előtte egy másik téma. Egy korszak lezárul a Back to Black együttes életében. Glac Gábor, a zenekar alapító dobosa, ugyanis kedden a közösségi oldalán jelentette be, számtalan nagylemes, láger és nagy koncert után leteszi a dobverőket és visszavonul a zenéléstől. Most nézzünk bele a Back to Black 2007-es, 10 éves nagy koncertjébe, aztán pedig a zenésszel beszélgetünk. Arcolt ránk, hogy buli van a sütten, bár konfetti nincsen, s nem a koffein adag, ami feszít istent a szívemben, a lelkemben, pedig sejtettem. Mert mindig félre nyúlok, mikor a vad éjszakában szólnak a húrok, nedves alsó és levegő blúzok, szembe jönnek a funky kandúrok, felépőre csak annyi volt írva, sodor a panki újra meg újra, na ez volt a kezdet, de az lett a vége, hogy azok is pankik jónak végre. De jó volt ez az egész, olyan igazi ez, az igazi ez a fénykorotok. Hát én benne voltam valamennyire a fénykorotok, hogyha nem haragszol ezért a hasonlatért, Glac Gábor a vendégünk, amikor ugye tényleg nagyon-nagyon ment a Back to Blacknek, és egymás után jöttek a nagyobbnál nagyobb koncertek, és látom most egy Bársony Bálint a Bebével, azért nagyon a topon voltatok. Hát ehhez képest tettél egy bejelentést most. Hát igen, 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 minden, ahogy egyszer elkezdődik, majd egyszer véget ér. Nagyon nehéz és hosszú, hogy mondjam, vívódás eredménye az, hogy én ezt kimertem mondani. Egyrészt önmagam számára, aztán később a zenekarnak, és aztán később kiírtam, ugye. Ez 24 óra alatt történt meg a vége, hát amikor a döntés után ugye a levél, íz és a többi, és amikor eldőlt, hogy ez így van, akkor onnantól fogva már. Le kell tartani olyan zsákot, amit nem tudtam már továbbvinni belőle lelkileg. Igazából ez ennyi. Nem anyagi, nem egyéb dolgok motiváltak a döntésemben, egyszerűen úgy éreztem, hogy ezt ahogy láttátok ezt az egész klipet, meg arra nagyon büszke vagyok az egészre, amit ott letettünk az asztalra, meg az elmúlt 25 évre. Nem csak én, hanem mások nevében is szerintem mindenki büszke, aki Back to Blackben részt vett ebben. És úgy éreztem, hogy ez kicsit ilyen cinikusan írtam egy levelet a fiúknak még régebben, hogy ereszt a gúnymatrac. És úgy gondolom leeresztett a gúnymatrac, és ezt nem tudtam újra fölfújni, illetve nem tudtam tenni érte, hogy fölfújjuk. És ezért úgy éreztem, hogy önvédelemből, a saját lelkem és egyéb védelméből meg kell tennem ezt egyébként eléggé, hogy mondjam, kemény döntést. És a rajongók egyébként hogy fogadták a kommentekből, mit vettél ki, mit olvastál ki? Hát ezzel nagyon meglepődtem, én azt gondoltam, hogy dobos eleve hátul ül, nem annyira fontos, nem annyira valami, a zenekarban sem éreztem, mint hogy fontosnak tartanak. És azt vettem észre, hogy nagyon sokan, egyszerűen várakosan föl sokan jeleztek, sajnálták, sokan azt értik, és sokan gratuláltak, ami nyilvánvaló talán annak szól, hogy valaki bemeri vállalni, hogy igen, nem addig megy, amíg már tényleg szétporlat, hanem hogy ott száll ki, ahol még büszkén emelt fővel tudja. Igen, Gábor, csak azért tegyük hozzá, hogy te nem egyszerűen ennek a zenekarnak a dobosa voltál, hanem nevezzük nyugodtan nevén, a lelke, valahol a producere, valahol a menedzsere, és az egészen a kitalálója. Hát igen, igen, nem akarom egyszemélyesíteni ezt a dolgot, mert azért a Tamásnak és az Andrásnak is nagyon komoly szerepe volt, illetve a Bebének, a Bálinnak, a Katozónak, a Gurunak, tehát azért ez egy csapatmunka volt, azért voltunk mi azok, akik voltunk, mert csapatjáték volt. Csak ugye nyilván, hogyha én voltam egy pici szempontból a karmester bizonyos szerepekben, meg megálmodásban, én nem tudtam ezt gyakorolni olyan szinten, nem volt már benne a löket, hogy ez az elképzelések elérjék a céljukat. És ugye akkor ellentmondásba kerül az ember magával. És amikor kezdtem fekete bárányá válni ezek miatt a dolgok miatt az zenekaromból, akkor úgy éreztem, hogy ennek már nem lesz jó vége. Akkor ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy személyes ellentétek is ehhez a döntéshez vezettek? Nem dobáltunk egymás fél tányért, vagyunk mi annyira okos fiúk egymással, hogy éreztük, hogy hol vannak azok a határok, ami nem lépünk át. Őket sem érte annyira meglepetésként a te bejelentésed? Mindenki egy pár sort írt vissza a zenekarból, nem beszéltünk személyesen. Tomival egyetettünk, hogy mi találkozunk, hogy nekünk azért van egy régebbi múltunk a Felkai mi kis korszakból, meg ő áll hozzám a legközelebb a zenekaron belül, azért talán ebben nem nagy meglepetőt okozok ezzel a mondatommal, és a Tomival nyilvánvaló, hogy mi le fogunk ülni,
és a többiek egy pár sort írtak, ki a maga, hogy mondjam, habitusához képest, mindenki sajnálja, ők talán gondolták, hogy nem merem vállalni ezt a döntést, de ez már a múlt. Tehát én régóta azt kell, ért benned egyébként? Si? Régóta ért benned ez a döntés? Hát egy másfél-két éve, igen, az utóbbi fél év azzal tettett, hogy lemegyek a koncert és az utolsó buli. És nem tudtam eldönteni, hogy előtte mondjam el, vagy a buli után. Buli után nem jó, buli előtt meg akkor az egész bulit tönkrevágom, és egy örlöttem, és aztán végén volt az zenekar megbeszélés, és akkor jeleztem, hogy nem nagyon szeretnék ebben a formában részt venni, és akkor még egy kicsit úgy vergődtünk, és utána egyszer csak úgy éreztem, hogy itt a vége. Mondtad, hogy utolsó buli, de én azt gondolom, hogy csak a back-to-back-kel nem tudom elképzelni, bár megcáfolhatsz, hogy te nem leszel még színpadon. És nem ütöd adatokat. Ezt többen kérdeztük, mert van egy olyan mondata, amikor elbúcsúztam, hogy így nyilvánosan, hogy leteszem a dobverőt. A Back to Black-ben. Tehát azért, ahogy mondjam, én többre tartom magamat annál, hogy ezt így lezárjam, és aki ismer engem, tudja, hogy az a habitus, vagy az a fajta elképzelés halmaz, vagy lendület, az meg tele vagyok ötletekkel, abból, ha nem is olyan szinten, mint a Back to Black, mert azért az egy korszak volt, együtt nőttünk föl sok szempontból, és az egy olyan generációt, aki az valahogy le tudtunk tenni a nagy dolgokat, ami nekünk nagyon fontos volt, és most visszaemlékezem mindig, hogy az milyen nagy volt. Akkor a nagy dobást, hogy tudok-e csinálni, azt nem tudom, de azt gondolom, hogy aki egyszer dobverőt a kezébe, vagy gitárt tesz a kezébe, és megérzi azt, hogy milyen a puskapor, az nem tudja. Azt mondtam, hogy tart szárazon a puskaport, azt maga a lelkében belül ezt megtettem egy picit, és ez az erő, ami talán tovább tud vinni ahhoz, hogy én ezen átendüljek. És ötletem van, elképzelésem van, egy-két emberrel már beszéltem, tehát most 48 órát történt a dolog, a családom is érzi, és mindenki érzi, hogy valamitől ez most így jobb. Uh-huh. A gyerekeim is nagyon fontosak voltak, és mivel én kosaraztam régen, és a kosárlabdán keresztül én újraértem ezt az elmúlt másfél-két évemet, azért is tudtam így ezt túlélni. Az ő velük való foglalkozása, a fiam az, mert régebb óta csinálja, hogy tudtam kosarazni, mai napig edzek fele napi szinten, ő már válogatott szinten van, nagyon inspirálók a sikerei. Számomra a sikerélmény, a zene után ezt hoztam meg, illetve a kisten másfél kezdett előtt is edzem, és ő is nagyon tehetséges, ő már a Beazban van, a Soma Mazba, és ez úgy az életemet, hogy átírta. De a dobolása csak azért félretéve, mert nem tudtam mit tenni magammal, de a kérdésre válasz, hogy azért minden becsomagol elmondtam, hogy igen, nem teszem a dobverőt, hanem most veszem föl talán. Másodszor próbálok még egy nagyobb dobni valahogy. Én nekem azért a szívem egy kicsit megszakad, nem titok, hogy mi is ismerjük egymást 25 sok éve. Sőt, én ott voltam, emlékszem, az egyik első nagy fellépéseteken a második sziget volt, talán vagy a harmadik sziget, ahol felléptetek, aztán együtt turnéztunk meg, volt sok minden közösen, és azért ti voltatok Magyarországon a funky. Igen, én azt írtam a privát levélben a zenekarnak, hogy leírtam a gondolataimat, nem személyeskedtem alapvetően. Azt írtam a végére, hogy szeretnék úgy emlékezni a dologra, mert minket sok dolog örökre összeköt. A sikerek, a díjak, az élmények, a sírás, a bánat, a minden. És hogy szeretnék úgy visszaemlékezni a dologra, hogy mi voltunk Magyarországon a legjobb pop-funky zenekar. És a nagy ezt nem vehetik el tőletek. Én nagyon tisztelek nagyon sok zenekart, és embertelen sok jó tehetsége zenekar a mai napig is, de azt gondolom, hogy ezt a fiókot, ezt mi töltöttük meg, és egy darabig úgy gondolom, hogy a Back to Black, vagy azoknak az örökségei az ezt a dolgot ugyanúgy. És ha megengeded az udvarlást, ennyi csak férjen bele, hogy én láttalak titeket szó szerint a fénykorban, ezt marha jól csináltátok. Ez nagyon-nagyon, olyan koncerteket adtatok, amin a közönség megvadult. Azért ez ment. Ezért kezdtük el csinálni, és amikor ezt múlkor mondtam, hogy ha egy borítékba odaadták volna neked 20 évesen, hogy ezt fogod elérni, aláírtad volna-e? Én aláírtam volna. Kapásba ez volt, így volt kerek és egész. És most ilyen az hát volt. Igen. Jól látom? Igen. Ami fontos, az nem múlik elébe a padat. Ez így van. Gabikám, a B-oldal most kezdődik. És ezt meg kell gyászolni. Én is így gondolom. Glass Gabinak nagyon szépen köszönjük, sok sikert a folytatáshoz. Sziasztok.